először barátainkhoz mentünk, akiknél úgy költöztünk be, hogy nyugi van, addig maradtok, ameddig kell, találjátok meg azt a lakást, amit tényleg értünk, és akkor volt egy ilyen nagy sírós nyakbaugrás, hogy úristen, tényleg itt vagyunk, nem hiszem el, de azt még nem dolgozott fel, tehát akkor még csak éppen a honeymoon időszak kezdődik Kanadával, amikor egyszer csak így minden új, minden szép, minden izgalmas. Hát a második, harmadik naptól rájössz, hogy laksz valakiknél, fogalmad nincs, hogy mit fogsz csinálni, fogalmad nincs, hogy hol fogsz lakni, fogalmad nincs, hogy mi fog történni. Mi van egyáltalán, még az iskola se kezdődött el. Úristen. Aztán az még rosszabb lett, mikor elkezdődött az iskola, és akkor a két csávó onnan kezdett iskolába járni, és akkor meg az, hogy elindult az életünk, és még mindig vendégeskedünk, és nem tudjuk, hogy ez meddig tart. Be kell, hogy valljam nektek, egyetlen interjúért ennyit talán még életemben nem repültem. Utam a meleg és pálmafás Daytona Beach-ről indult, hogy aztán egy nappal később már hideg és szeles helyen találjam magam. Itt, az Egyesült Államok harmadik legnagyobb városában, a sokmilliós Chicagóban beszéltem meg találkozott Poyák Lillával és Gömöri András Mátéval. A magyar színész házaspárral, amelynek tagjai sikereik csúcsán, a többség számára teljesen váratlanul, egyszer csak úgy döntöttek, hogy elköltöznek Magyarországról, méghozzá szinte a világ végére, Kanada legnagyobb városába, a Budapesttől 7200 kilométerre lévő Torontóba. De vajon miért döntöttek így? Nem sajnálták hátrahagyni a magyarországi életüket és a sikereiket? És amúgy most már örökre Kanadában maradnak? A miértekről, az álmokról, a vágyakról és a hirtelen újrakezdett életükről beszélgettem Poyák Lillával és férjével, Gömöri András Mátéval, egy chicagói felhőkarcoló 47. emeletén. Íme. Sziasztok, hanyadik chicagói interjútok? Nagyon remélem, hogy nem az utolsó, de az első. Az első körünk Chicagóban egyáltalán, sőt, most jöttünk át az Egyesült Államokba először földön. Földi, tehát nem berepülve. Ugye Kanadából jöttetek, Torontóból. Torontóból értem. Én a saját életemből tudom a pillanatot, amikor azt mondtam otthon a feleségemnek, hogy elmegyünk Hawaii-ra. Most leírok egy képet, ami egészen biztosan nincs így, de majd kijavítotok. Tehát Máté tanulja a szerepét, Lilla hazaérkezik a színházból, kinyitja a hűtőt, innátok valamit, Máté leteszi a szövegkönyvet, és azt mondja, Lilla, költözünk Torontóba. Te ott voltál, hát ez így volt. Ez megfigyel minket most már évek óta, mi? Igen. Hogy volt pontosan? Te tudod, hogy indult el? Te emlékszel arra, hogy indult el az egész hullám? Nagyon-nagyon sok hullámban érkezett meg ez a dolog. Már évek óta beszélgetünk róla. Egyébként nekem meg mindig is benne volt a fejemben, ugyanis ugye a színművészeti után én rögtön külföldre szerződtem, és mindig is egy kicsit ott volt nekem, hogy szeretnék külföldön is élni, kipróbálni egy kicsit ezt a világpolgár létezést, hogy több helyet megismerjek a világban, játszani is szeretnék, és kihívásokat keresni, nem csak belföldön. És ez meg is történt a pályám elején, és aztán utána jöttek a gyerekek, jöttek a feladatok, és minden nagyon jó volt, és nagyon gyorsan teltek az évek, és kicsit már elengedtem ezt, hogy ez újra meg fog történni. Igen? Rendben van, csak ahol te kipróbáltad magad, az mondjuk német nyelvterület. Abszolút. A kipróbálom magam külföldön, az bőven lehet Németország, lehet a, mondjuk úgy, hogy a legfrekventáltabb találkozási pontja a magyaroknak mondjuk London, és nem feltétlenül Kanada. Hát a biztonsági, mi ezt úgy nevezzük, hogy biztonsági zóna, amiben bár pár órán belül egyébként haza tudunk kerülni mondjuk Magyarországra, az még így a biztonsági zóna volt. De a döntésben az játszott nagyon nagy szerepet, hogy az óceánon keresztül nem ugrálunk már haza. És nem akartuk ezt a biztonsági játékot csinálni, tehát hogyha lépünk, akkor lépjünk nagyot, akkor változtassunk nagyot. És volt szó Bécsről, volt szó Berlinről, volt szó Londonról, de hát az élet az ugye, ha szemfüles vagy és veszed a jeleket, meg észreveszed, hogy mit dob, vagy merre nyit kaput, akkor azokat észreveszed, és az én édesanyámnak tanárkorából származó barátnőjének a lánya, akik nekünk aztán egy előadáson találkoztunk, ők már Torontóban élnek, azóta torontói állampolgárok, és... kanadai állampolgárok, de Torontóban élnek, és akkor egyszer csak elkezdtünk beszélgetni egy Facebook csoportban, és hát minket pedig egyre jobban elkezdett érdekelni ez, hogy
Hogy történik meg az, hogy egyszer csak egy másik országban te hivatalosan élsz? Ezek a cseppek, ahogy megérkeztek, vagy ahogy telt be a pohár, az nagyon érdekes volt, mert közben ugye nőttek fel a gyerekek, a gyerekeknek saját véleményük van a dolgokról, a világról, és azért egyre jobban látszott először Zsomboron, a nagyobbikon, hogy olyan 15-16 környékén eldöntötte, hogy ő mindenképp külföldön akar legalább egyetemre járni. Mind a kettő kinyilatkoztatta, hogy azt nem gondoljátok, hogy mi ide haza fogunk, tehát mi angolul akarunk tanulni. Lilla használtál egy kifejezést. A kifejezés úgy hangzott, hogy telik a pohár. A telik a pohár az egy kicsit olyan, mintha túlcsordul, akkor megyek el. Tehát ez valamivel van, egyébként elégedetlen voltál? Tök őszinték akarunk lenni, és én szeretnék. Nagyon sokszor a pályám során megtörtént velem az, hogy ha valamilyen rendezőm, igazgatóm, esetleg nem akart feltétlenül jót tenni velem, azzal tett a legnagyobb jót. Amikor nem kaptam meg egy szerepet, vagy bezártak egy ajtót előttem, és azt mondta, hogy jó, akkor zárva van, akkor megyünk a másik irányba, és a végére mindig jobb lett. És én nagyon-nagyon hiszek abba, hogy figyelni kell a jeleket, és azért nagyon-nagyon nehéz évek vannak mögöttünk az elmúlt pár évben. Én azt hiszem, hogy több irányból is Magyarországon, de a mi szakmánk mindenképpen nagyon megsínlette nem csak a Covidot, hanem az elmúlt éveknek a mindenfajta döntéseit, és hát nem könnyű most a mi pályánkat űzni. Én nem fogok veletek politikáról beszélni, egyetlen egy kérdés erejéig teszek kivételt. Abban, hogy mi most Chicagóban beszélgetünk, és ti Torontóban éltek, valamilyen módon a politika szerepet játszik, akármelyik oldalról is? Egyértelműen. Ez nem volt kérdés nekünk. Mi magyarul játszani, színészként magyarul játszani a világ egyik legnagyobb ajándéka. A magyar nyelvnél kifejezőbb nyelvet színészként nem kívánhatsz, nem fogsz találni, nem tudsz sehol. A költészete, a ritmusa teljesen egyedi. És én ezt úgy érzem, hogy ez egy olyan ajándék, amivel én majd még élni akarok az életem során. Viszont azt éreztem, hogy egyre jobban szűkül be, és záródik az a kör, amiben tudunk szabadon mozogni és szabadon alkotni. Ez a kettéosztottság? Hát, tehát az, hogy ilyen oldali vagy olyan oldali, vagy ennek a politikusnak szurkolsz, vagy éppen az ellenfelének? Ebben minden benne van. Minden részről. Ez nem csak a kettéosztottság, hanem az irányítottság, ami szakmánkat tönkreteszi és megőrizi. Uniformizálni művészetet, aminek természeténél fogva az lenne a dolga, hogy kritikus legyen, ez a világtörténelemben sosem vezetett jó irányba, amikor valahol megpróbálták ezt irányítani. És természetesen azért a Covid is nagyon erősen belejátszik, ha csak azt vesszük, hogy ugye teljesen leállt a szakmánk, nagyjából másfél évig nem nagyon tudtuk gyakorolni, minimális szinten, és aztán az sínylette meg nagyon, hogy az emberek, akik félnek és az anyagi helyzetük is folyamatosan romlik, egyre kevésbé szánnak erre pénzt, a támogatások folyamatosan megszűnnek. Hát érthető, Minden egyre. Azt mondtad, még egyszer idézem, hogy telítődött a pohár. Mi volt az utolsó csepp? Mert itt most nem arról beszélünk, hogy két mellőzött, színpadra nem álló, tévék által nem keresett, musicalben nem szereplő emberek vannak, sőt, te ugye éppen, ugye 2024 februárjában beszélgetünk, te 2022-ben lettél az év musical színésze, ugye? Igen. Tehát, hogy mondhatom azt, hogy szinte pályád egyik csúcsán döntöttél úgy, hogy eljössz, vagy utána közvetlenül. Ja, van ez a mondás, tudod, a csúcson kell abba hagyni, de nem szeretném abba hagyni, meg nagyon-nagyon szeretnék azért azt hiszem, hogy vannak, akik szeretnek és visszavárnak minket, és nem szeretnék nekik csalódást okozni, úgyhogy tényleg megígérem, hogy a magyar közönség látni fog minket, így úgy, itt, ott. Ezen vagyunk folyamatosan, de igen, tehát nem az volt a döntésünknek egyértelműen a mozgatója, hogy nem volt mit csinálni otthon. Nem motivált. Nem motivált. Ugyanaz, évek óta ugyanazokat a köröket futottuk, és nem volt már ami motivált. Én amikor elkezdtem, amikor egy malaclopótáskával Kisgyőrből, Borsodból felmentem Budapestre, hogy én csókolom, már pedig színész leszek, akkor mindent hajlandó voltam egy lapra feltenni, igen, ebbe az irányba akarok menni, pont, és mindig motivált a következő szerep, a következő lehetőség bárkivel megismerkedni és dolgozni. És elkezdett beszűkülni a kör, elkezdtük ugyanazokat a köröket futni, és Lillával azt éreztük mind a ketten, hogy évek óta ugyanazokat a szerepeket játszok, ugyanazokat a köröket futjuk, és nincs előre haladás. És nagyon-nagyon sokszor éreztem azt mostanában, hogy a szelekció az nem, vagy egyre kevésbé tehetség alapú. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem csúsztak be
természetesen olyan választások, ahol egyébként jó döntés volt, tehetséges ember kapta az adott feladatot, de én mindig azt éreztem, hogy ha nem is vagyok egy könnyű eset, vagy nem hajlik a gerincem eléggé, vagy túl szókimondó vagyok erre a pályára, mert ezeket megkaptam az évek folyamán. Akkor is az, amit tudok, vagy az, amit teljesítek, az mindig elég volt arra, hogy helyem legyen a pályán. Legalizálta ezeket a dolgokat. Ez a minőség viszont kell. Amikor én megnéztem a ti életrajzotokat, hát Lilla, nem lehet a Google-on elég gyorsan pörgetni, hogy annyi szereped van, ráadásul ugye te annak ellenére, hogy énekes. Felére emlékszem. Nem emlékszel a felére. Oké, rendben van. De például, hogy prózain végeztél, miközben a zenéhez kötöttél, hogy mennyit énekeltél, hogy milyen címszerepeket játszottál el. Azokat a szerepeket, amiket eljátszottál, azokra mondhatom azt, hogy szerepálmok. Tehát, hogy van olyan dolog, amire azt mondod, hogy hiányérzeted volt, vagy önmagában csak a környezete volt keserű? Nem, egyáltalán nem, sőt, pont azt éreztem, hogy ha ez most ennyi volt, és a végén majd azt mondom, hogy eddig tartott az életemnek ez a része, ez akkor is egy olyan teljes karrier, amire büszke tudok lenni, és ez már az enyém, ezt nem veszi el senki. Azok nekem, azok bennem vannak, azok a szerepek mind megvannak, azokat én eljátszottam, azokat felére én elének lehetem. Emlékszel is. Ha még csak a felére emlékszem, és még vissza le tudod lehet görgetni, és akkor eszembe jut, hogy tényleg az is volt. Viccelek természetesen, de... Nem viccelek. De a kihívások azok egyre kevésbé, tehát nem éreztem a kihívásokat, a feladatok is... Jó feladatok voltak. Persze. De nem volt olyan motiváció benne, amitől azt érzed, hogy szét akarod szakítani, és menni akarsz. Szóval egy nullázás az egy marha izgalmas dolog, mert itt nem vagyok senki, a kutya sem ismer, és itt a legkisebb sikerélmény, és a legkisebb behúzás, a legkisebb olyan lehetőség, amin otthon röhögnek, vagy röhöghetnek, vagy én is röhögnék, hogy most tényleg ezt csinálod, de itt az egy sikerélmény, mert itt akkor van hova menni, és sokkal nagyobb a perspektíva előttem, és imádom kihívásokat. Rendben van. Menjünk vissza a legelejére, és utána visszaugrunk a legvégére. Ugye ti színésznek teremtett titeket a Jóisten, tehát te el is mondtad, Máté, hogy gyakorlatilag ennek készült életedben. Ugye nagyon korán vesztetted el a szüleidet, igen, anyukádat is, és apukádat is, hogyha jól tudom, akkor 10 és 16 évesen, igen, tehát talán mondhatom azt túlzás nélkül, hogy amikor a legnagyobb szükséged lett volna rá. Ez gyakorolt hatást a te színészi pályádra? Abszolút, abszolút. Számomra a legelső törés nyilván egy 10 éves, 9 és fél éves gyereknek az édesanyja elvesztése az egy olyan dolog, ami így is úgy is nyomot fog hagyni a lelkedben, és így is úgy is egy olyan energia, néhol töbletet, néhol pedig hiányt fog kialakítani, ami egyszerűen el fog indítani valamilyen folyamatot. Majd utána úgy alakult az élet, hogy édesapám a Miskolci Nemzeti Színháznak kivitelezett díszleteket olykor, amiknek esetleg különleges technikai megoldást igényeltek, akkor ezt édesapám kitalálta, és így hallottuk ezt, hogy lesz ott egy gyerek színész casting, és én akkor voltam először, és én csillogó szemmel néztem, hogy van, aki felnőtt bácsiknak, néniknek az a munkája, hogy bemegy, és akkor karddal kergetik egymást kiabálva a színpadon, emberek nézik és fizetnek érte? Hát ez az álom karrier. És majd utána édesapám is elment, és utána a színház engem úgy talált meg, mint egy menedék. Terápia. Mint egy terápia. És egyébként a matéria pedig, amiből dolgozom, tehát az élmény anyag, vagy az érzelmi, vagy emocionális matéria, az természetesen biztosítottá vált egyrészt a nehéz gyerekkor miatt, másrészt pedig ezek miatt, az élmények miatt van egy olyan plusz töltés, amit tudok alkalmazni. Ugye volt egy olyan kutatás, egyébként részt vettem benne, amikor az látszott, hogyha meghalt egy magyar válogatott sportolónk, akkor a klubcsapata a gyász, a tragédia vagy a temetés utáni mérkőzést, vagy a gyász utáni első mérkőzését mindig minden alkalommal, kivétel nélkül megnyerte. Ez így volt. Wow. Kulcsár Anita, Márján Kozma, Fehér Miklós, számtalan más sportolók esetében, Ocskai Gábor, jégkorongozó esetében, ifjabb Ocskai Gáborról van szó, Horváth Judit kosárlabdázó esetében. Az, hogy ezt a tragédiát átélted, az mélyebb, én nem akarom azt mondani, hogy jobb színészé, de mélyebb emberré, vagy mélyebb színészétet? Abszolút, meg a küzdelem, a motiváció eredése, a bizonyítás, de vágy. De kinek bizonyítasz? Tehát pont azoknak nem tudsz bizonyítani, akik ugye nincs. Így van. Ezért egy kicsit paradox a helyzet, mert a bizonyítás vágyam az,
az sokszorosan nőtt, és egyébként nyilván tínédzser koromban volt egy időszak, amikor nagyon sokan legyintettek rám, hogy hát, tudod, hagyjad, neki ez nem nagyon lesz ez így meg, és pont ezzel generáltak egy olyan ellenállást, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy fú, figyelj, rohagy meg, akkor is megcsinálom, és akkor is végig fogod nézni. Neked az elején volt már nagy álmod, tehát te megmaradt, én a Dunántúli Naplóújságírója akartam lenni, és te a Miskolci Nemzeti Színházba akartál eljutni, vagy pedig egyszer a nagy fővárosba elmenni? Ez lépésenként alakult ki, és egyszer csak egy ilyen nagyon, nagyon hirtelen ugrással nagyon nagyot ugrott a vágyakozás tárgya. Amikor jártam át Miskolcon, hátul a művészbejárónál még akkor énekórára jártam át, akkor minden alkalommal megálltam a művészbejáró előtt, körülnéztem, mert tudtam, hogy ott vannak fent a gangnál a művészháza, a művészlakások, és emlékszem, hogy arról álmodoztam, hogy Istenem, ott egy lakásban él, az a munkája, hogy lejön, itt besétál a művészbejárón, jó napot kívánok, művész úrral, köszön a portás, és bemegy próbálni a Nemzetibe Miskolcon. Az egy óriási dolog volt. Majd játszottam, volt lehetőségem ott dolgozni, jártam be, tanultam ott, és akkor egyszer csak azt éreztem, hogy oké, fantasztikus világ, de a világ ennél még több. Akkor elkezdtem felfedezni először Budapestet, majd amikor elkezdtem Budapestet is felfedezni, és elkezdek kapcsolódásai pontjaim lenni a világ többi részéhez, filmszínészethez, akkor egyszer csak azt mondtam, hogy nem, még mindig nem, és még mindig azt érzem, hogy még mindig húz valami nagyobb. Toronto nagyobb Budapestnél. Toronto ugye nagyobb Budapestnél. Miközben Lilla, tehát ide, ugye akármennyire férj és feleség vagytok, te két életpálya egyszer csak találkozott. A ti találkozásotok kellett a nagy lépéshez? Hogy együtt jöjjetek el Torontóba? Tehát külön-külön is lehet, hogy egyszer Torontóba kötöttetek volna ki? Szinte biztosan nem. Szerintem se. Nem. Mind a ketten tudtuk, hogy mind a kettőnkben van egy ilyen vágy. Bennem is volt, csak nem tudtam egyáltalán forgatókönyvet elképzelni, hogy hogyan, milyen úton, módon fogok én egyszer csak kikötni az óceánon túl. De hát... Az elmúlt nyolc év az pont arról szólt nekünk, most ünnepeltük a 8. évfordulónkat, hogy egy kis számvetés, tényleg, hogy akkora hülyeségekbe vágtunk bele, vagy hülyeségnek tűnő dolgokba folyamatosan, ami a normál embernek mindig megint mit találtak ki, hogy mit csinálnak, és egyiket a másik után igazából húztuk be, és vittük sikerre, és nagyon, vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz hatással vagyunk egymásra, ki mit gondol erről, de nagyon erősen erősítjük ezt a szélsőséget a másikban, és mivel nagyon jól támogatjuk egymást az ilyenekben, ezért véletlenül most itt vagyunk. És kiegészítétek egymást. Egyébként igazságtalan a sors, vagy velejárója az, hogy eljátszhattad a legnagyobb szerepeket, és álmodozhattál bármilyen nagy színpadi sikerről, hogyha ti ketten egy pár lesztek, akkor úristen a két híres ember, úristen esetleg egy korkülönbség, vagy mekkora váltás az életben, tehát magyarul, hogy a bulvár része egy picit elviszi a hangsúlyt mindarról, amiről egyébként beszélgetünk. És erről osszatok meg annyit, amennyit szeretnétek, nem lesz viszont kérdés ezzel kapcsolatban. Mindig elviszi a bulvár része, az úgy lehet, szerintem magunk részéről kettő megoldásunk van rá, viszonylag keveset kommunikálunk a bulvárral, meg nem figyelünk rá, hogy... Érdekel, hogy figyelmen kívül hagyod, hogy csinálod? Lilla nem tudja erről leválasztani. Lilla nem tudja... Hogy mondjam, te ezt nem tudod levédeni, a te lelkedennek nagyon ki van téve, és emiatt meg is próbálom mindig védeni az ilyenektől, mert ő ezt nem tudja jól kezelni, neki ez nagyon mélyre szalad, amikor bántják. Én nem értem egyébként, hogy Magyarországon miért, de értem, de amúgy értem, iszonyat sok feszültség van, nem jó, ha nem jó, akkor a másiknak se legyen jó. Ez egy attitűd, ami szerintem az elmúlt években rettenetesen kialakult, és biztos, hogy most nem kéne erősödött ideologizálni, hogy máshol ez nincs, de Magyarországon extrémen jelen van, és kvázi a közszereplőkön nagyon könnyű levezetni a feszültséget, és egy-egy bántó mondat, az mindig odafér, mert senki, tehát úgy lehet megjegyzéseket tenni, úgy lehet odaszurkálni, hogy tulajdonképpen nincsen következménye, úgyhogy ettől aztán nagyon könnyű minket véleményezni. Hát azért, amikor ebbe levágtunk, akkor ott volt egy erős döntésünk azzal kapcsolatban, hogy ne legyünk ennek céltáblái, vagy minél kevésbé legyünk ennek céltáblái, hogy a mi megismerkedésünk utáni első 3 évben egyáltalán nem volt sem közös
fellépésünk, sem közös haknink. Ha színházi előadásban, közös szereposztásba kerültünk, az előfordulhatott, de külön koncertet nem szerveztünk együtt, saját kétszereplős darabunk nem volt, tehát mi ezt a részét nem lovagoltuk meg, direkt nem, és reality show-ban, vagy olyan meg nyilván az összes ilyen páros műsoros meghívásban, amilyen együtt élős lett volna, nagyon érdekes téma lettünk volna. Nagyon sokan szerették volna. Sokan kerestek? Sokan. Hát ezzel rengetegen, és emiatt gondolom egyébként egy idő után azért lettünk még érdekesebbek, mert ezekre következetesen nemet mondtunk, hogy ezzel ne adjunk el ennek még nagyobb lángot. Életem egyik nagy sikere, hogy Zsolnai Gyöngyi a feleségem, tehát nekem haza se kell mennem ezzel a kérdéssel, tehát önállóan tudok válaszolni arra, hogy nem, tehát biztos, hogy nem fog ez megtörténni, hogy elmegyek dzsungelbe pókokat enni, miközben a feleségemért izgul. Oké, amit láttam az életművetekből, én azt mondom, hogy az ifjú színész karakterében azért még volt, amit el tudtál volna esetleg játszani. Lila, őszintén megmondom neked, végigolvasva az életművedet, vagy látva azt, amit eljátszottál, amiben szerepeltél, abban azért sok nem maradt benne addig, ameddig csináltad. Viszont, amit csináltok, és most majd visszatérünk a hűtőszekrényes estére, amikor eldöntöttétek, szóval amit csináltok, az óhatatlanul nyelv, olyan, mint egy tanárnál, ugye az egy nyelvi kötöttség. Amíg a kőműves ugyanúgy pakolja a tégláját Budapesten, mint Torontóban, amíg a benzinkutas ugyanúgy helyezi be Burgerlandban, Őrvidéken a pisztolyt a kocsiba, mint Moson-Magyaróváron, addig ti nyelvhez vagytok kötve. Igen, Máté ugye a filmpiacot célozza majd, neki ennyiből nehezebb lesz. Azt hiszem, hogyha én a zenés vonalon próbálok mozogni, ott azért egyel könnyebb. De miért gondolod? Hát minden normális filmben kell egy közép-kelet-európai akcentusú terrorista, nem? Köszönöm szépen! Ez az üzleti tervem. Igen, ez van megrajzolva. De tulajdonképpen az utóbbi évek filmjében mindegyik nagy sorozatban és nagy filmben láttam kelet-európai akcentus szerepet. Tényleg mindegyik. Legyen olyan kelet-európai akcentusos terrorista, akinek le kell dobni a pólót. Az én karakteremben kifejezetten e felé próbálok építeni természetesen. Testépíteni. Testépíteni, igen. Kifejezetten építeni. Egyébként viccen kívül azért az is egy nagyon fontos pontja ennek a döntésnek, hogy Európában, meg főleg a mi régiónkban még mindig nem keresik a szuperhős alkatot, úgymond. Tehát sokra nem ment vele. A férjed mondjuk szuperhős alkat? Hát... Igen. Kívül belül. Jó, egyébként kívülbelül igen, tehát ő abszolút lelki szuperhős alkat is. Ha már földobtad ezt a dimenziót, egyet hadd mondjak el neked, Máté. Ugye amikor a párodnak, feleségednek az életművét kvázi ismertetem és rásegít, akkor abban a gyerekmesétől az énekes karrieren, a musicalen, a prózai színészeten keresztül sok minden van. De a színész pontos vesző testépítő világbajnok, az nekem egy picit olyan, mint a benzinkutas és pék, a tanárnő és kőműves, igen. Tehát hogy ez hogy jött? Próbálok valahogy egy kis eszenciában válaszolni. Alapvetően nagyon könnyű, nekem van két bátyám, és nagyon kompetitív légkörben nőttem fel, ilyen igazi, tényleg borsodi. Aki nem ér be hamarabb az ajtón, az ma nem kap túrúrudit, és hasonló kihívások, ez egyértelmű. Sorsod, borsod. Pontosan, és hogyha nem voltam elég erős, elég gyors, akkor bezártak az ágynemű tartóba, meg felakasztottak a fogasra, tehát tényleg felraktak. Jó testvérek voltunk. Persze, jó testvérek voltunk. De hogy emiatt ez a kompetitív hozzáállás, ez meg is maradt az egész életemben, és egyszer fel kellett készüljek egy sportfotózásra. Akkor összesodort az élet azóta mesteremmel, edzőmmel, barátommal, aki még Miskolcon a villamosipariban volt osztálytársam, és ő segített felkészülni nekem. És csak egy ennyit elejtett nekem, hogy egyébként, tehát hogy genetikailag a tapadások rajtad, meg az, ahogy reagálsz az edzésmunkára, az egyébként egy egész jót ígérhet. Nincs-e kedved, hagyjál már békén, lebarnít, vagy flitteres tangába, majd feszengek a színpadon, hagyjuk ezt, nehogy is. De közben már addigra majdnem 10 év volt benne rendszeres, úgymond testépítésbe, tehát edzőtermi. Igen, meg súlyzós edzésekben. Csak soha nem gondoltam, erre.
És akkor utána egyszer csak így ez benne maradt a bogár a fülembe, és mondtam a Csabinak, hogy figyelj, próbáljuk meg, induljunk el, nézzük meg. Egy nagyszerű boxolónk mondta nekem Polgár Juditnak a sportgáláján, hogy a box és a sakk azok testvér sportágak, mert mind a kettő megmozgatja az emberi agyat. Azt hittem, hogy mind a kettőben parasztokat vernek. Szóval... Ezt már te mondtad hozzá. Szóval azt mondd meg nekem, hogy például azt értem, hogy a tested szépségét a művészi pályádban szépen ki tudod használni. Abszolút. Akkor, amikor testépítő vagy és nem színész, akkor a színészi énedet ki tudod használni a színpadon? Mind a kettő nagyon erősen összedolgozik, és általában szokott az érdekes kérdés lenni, hogy inkább testépítő vagy inkább színész vagy. Nem tudom a kettőt már elválasztani egymástól. Egyrészt a világban a színész szakma, mint iparág megváltozott. Ma már nem tudsz elevezni azon a szokásos romantikus bohém hozzáálláson, hogy iszunk hajnalig, majd lesz valahogy, beesünk a Gobbi művészklubból a színpadra próbálni, majd történik valami, ma már nem ez történik, ma már mindenki... Mesélték a kollégák, hogy volt ilyen. Volt ilyen. Mindenki pótolható. És hogyha egy filmszetben fél órát kell várni rád, akkor az ugye dollár tízezrekben, százezrekben mérhető kárt okozhat bármilyen helyzetben. Készen kell lenni, kézben kell lenni, saját magadat karban kell tudnod tartani, és nem szabad, hogy elhasználd, mert úgy kell használnod magad, hogy nem használhatod el magad. Ezt még a legelső mesterem tanította. De hogy testépítőként az a rendszer és az a precizitás, amit igényel egy versenyfelkészülés, és én ugye közben is forgatok, meg játszok, az... olyan elhivatottságot igényel, ami sokszorosan megfizetődik színészként is. A felkészültségem az, hogy én sosem érkeztem felkészületlenül vagy késve forgatásra és megbeszélésre semmi ilyesmire, és oda-vissza, mert színpadon testépítőként pedig pontosan tudom, hogy hogyan tudom magamra húzni a figyelmet, hogyan tudok ki tűnni mondjuk egy 50 fős mezőnyből, ami borzasztó nehéz. Tud élni, és az... most már sokat néztem lentről, tényleg nem csak az számít, hogy milyen az a felépítmény, amit oda-vissza, hanem hogy hogyan prezentálod. A kisugárzás és a prezentáció. Szurkoló vagy? Óriás. Rajongó vagy? Nem, szerintem több vagyok, mint rajongó, mert azért én vagyok a dietetikusa konkrétan. Hát ő most már szakmai. Folyamatosan én főzöm le grammozva, tehát zsírfehérje, szénhidrát, az grammozva napi 5 adag ételt a felkészülési 8-10 hónap tehát folyamán. Polyák Lilla színésznő, az év musical színésze, színésznő táplálkozási tanácsadó. Graduált testépítő feleség. Egyébként tavaly elvégeztem az alapképzést, a táplálkozási tanácsadó alapképzést, mert tényleg szerettem volna tudni, hogy mi az, amit csinálok, úgyhogy igen, van a színész testépítő, meg a színésznő táplálkozási tanácsadó. Kaptál már szerepet azért, mert az átlagosnál jobb, szebb tested van? Kaptál-e már olyan díjat, amit nem kaptál volna meg a testépítőként, hanem színész lettél volna a színpadon? Abszolút. Mind a kettő? Fantasztikus érzékkel kérdeztél ebbe a két pontba bele, mert a legnagyobb, vagy a legtöbb tévés sorozat szerepem, illetve ami eddig a legnagyobb amerikai filmes megmozdulás, az mind-mind már azért talált meg, mert kifejezetten azt keresték, és egyikben sem kellett egyébként effektív vetkőzni, csak ők azt akarták, hogy egy olyan kisugárzású ember legyen, aki tudja, hogy tud nagy darab lenni, erős lenni, jól kinézni, stb. Hát én aztán a színpadon bármit képzelhetnék magamról. Na, visszatértünk az estéhez, amikor egyszer csak megbeszéltétek, hogy elköltöztök a hűtőajtós estéhez, elmegyünk Torontóba. Miért éppen Torontó? Miért éppen Kanada? Miért nem az Egyesült Államok, ahol annyian sokan mennek? Miért nem Angliát, Németországot megmagyaráztátok, de elmehettetek volna akár Ausztráliába? Zsombor már Amerikában volt. Tehát az az alaptézis, hogy ugye én szerettem volna a családot inkább egyben látni, és minél közelebb egymáshoz. Ő ugye a nagyfiad, és teniszezik. A nagyfiam, aki egy teniszösztöndíjjal 2 éve Amerikában nyert egy egyetemre felvételt, és most másodéves, azt végzi éppen. És a kicsi megközölte, hogy anya, tudod, hogy én is megyek, hogyha leérettségiztem, de mondjuk miért nem megyünk hamarabb. Tehát mondjuk a motiváció az elég erős volt, és a gyerekek általi pressure is elég erős volt extrában, hogy ők szeretnének neki vágni, szeretnék kipróbálni magukat, és ez egyértelműen ezen a kontinensen rajzolódott ki. Nekünk azt is mérlegelni kellett, hogy mit ad az egyik, és mit ad a másik, és tulajdonképpen azért azt érzem, hogy a szociális háló sokkal jobban megtart Kanadában, és valahogy minden matek úgy hozta ki, hogy az egészségügy,
az oktatás, ami... Kapcsolatok, barátok. De ti akkor tudományos alapon mentetek Torontóba? Tehát ott a barát, ott a szociális háló, ránéztem, hogy mit tud Kanada, mit tud többet esetleg, mint az Egyesült Államok, vagy Ausztrália, vagy bármely először más. Először tudományos alapon mentünk, igen. Kaptunk egy meghívást a barátainktól, akiről már annyit mesélt Máté, és oda már úgy mentünk, hogy na nézzük meg, hogy behúz-e minket ez a város, mert az egyértelmű volt, hogy ha ez nem történik meg, hogyha nem érezzük azt a kémiát, vagy azt a rezgést, akkor tovább fogunk tudományos alapon beszélgetni arról, hogy akkor hogy lenne, és aztán nem volt kérdés. Ott töltöttünk majdnem 2 hetet, és hát szerelem volt nagyjából első látásra. Bármikor, amikor utazunk a világban, akkor mindig megbeszéljük, hogy tudnánk-e itt élni, vagy nem. És ez mindig a világ bármilyen pontjáin fordultunk meg eddig. Kanadában, amikor elindultunk sétálni az utcán, és olyan ismerősek és otthonosak voltak az utcák, és azt éreztem, hogy Kanadának a kulturális háttere, illetve maga a város, Torontó, az valamiért ismerős. Abban van egy csepp Európa, viszont a lehetőségekben és a sokszínűségben pedig tudja azt, amit az USA. De mit? Mivel többet? Hát feladatokban, lehetőségekben... Mármint Magyarországhoz képest mivel igen, többet? Igen, tehát ti döntöttetek. Döntöttetek nem Amerika mellett, vagy az Egyesült Államok mellett, döntöttetek nem Magyarország mellett. Kényelmes szerepek szerintem az elkövetkező években elláttak volna titeket szereppel. Persze. Tehát, hogy nem az van, hogy egy kudarcos élet után nem sikerül valami, hanem az van, hogy új lehetőségeket nincsenek. Én szerettem volna a gyerekeknek biztosítani azt, amire ők vágynak, hogy kipróbálhassák magukat. A kicsinek is még gimnazista korában megmutatni azt, hogy mik itt a lehetőségek. Azt láttam, hogy ő se találja a helyét, hogy jobban és ez aztán hiszem fél év alatt be is bizonyosodott, hogy sokkal jobban van itt, és sokkal jobban jönnek neki is a lehetőségek. Miben? Tehát mondd meg, hogy miben konkrétum, nem általánosságban és nem ideologisztikusan, hanem konkrétum. Nagyon konkrétan meg. Jobban alszik, jobban eszik. Amúgy tök érdekes, de jobban alszik. Uh-huh. És ez pusztán a stressz, a kevesebb stressz, más az oktatási alaptézis máshogy működik, és emiatt az ő rendszere, ő neki van egy kis ADHD-s érintettsége, az ő nem rendszere. Nem mondj ilyeneket, mert aztán megírják, az olyan, mint a tetúrátad, vagy mit volt a múltkor, amit megint OCD. Senki nem diagnosztizált ilyesmit, mi ezt magunknak diagnosztizáltuk, tehát jó, szerintem okay, nekem is rendben, okay. A lényeg az, hogy hiperaktív. Na, akkor ennek az se. A lényeg az, hogy egy nagyon aktív csávó, és ő nem működött jól otthon abban a rendszerben, segíten. Hogy ülj le a seggedre és tanuld meg, mert ha nem, akkor ez meg ez. Mozgékony, ezt fogjuk akkor mondani. Ez egy jó szó. De egyébként meg a jazz zongorázás érdekli rettenetesen, és szerintem nagyon tehetséges, és otthon folyamatosan lukra futottunk ezzel. Nem tudsz jazz zongorázást tanulni, mert jön a rendes vaskalapos, játszod a népdalokat, meg játszod ezeket, és tanuld a szolfést, és majd egyszer aztán... És nem bírtam. És egyszerűen a srác nem működött így, mert hogy én nem akarom ezt. Engem ez nem érdekel. És abba hagyta a zongorázást másfél évre, majd aztán otthon elkezdett autodidakta módon letöltögetni mindenféle olyan tanuló... Jussal oda, hogy Kanadában most milyen lehetőséget kap, mert az a konkrét... Ahogy megérkezett, rögtön kinyílt a világ, rögtön van olyan, hogy jazz zongorázás, improvizációt lehet tanulni, és felvették egy olyan művészeti iskolába, ahol 3 hét múlva ő volt a jazz kombónak az új zongoristája, mert figyeltek rá, mert észrevették, hogy milyen felfedezték. És jó, egyébként az, ahogy Lilla felvetette a gyereket ebbe az iskolába, az egyébként egy remek története. Ezt ketten annak, csináltuk, de azért ő felvetette magát. De hát ez ami amint mondtam, amikor észreveszed, hogy nyílnak az ajtók, és adja a lehetőségeket egy bizonyos helyzet, elmentünk horgászni a barátommal, és eljött velünk a család is, és kiderült, hogy jazzfesztivál van, akkor éppen Port Hope-ban. És amíg mi lementünk lazac horgászni, és én tanultam flyfishingen életemben először, addig ők elmentek jazzkoncertre, és meglátott egy jazzzongoristát, és azt mondta, hogy én attól a csávótól akarok tanulni. Oda ment hozzá, megbeszélgettek, és az lett a tanára. Majd utána rá egy hétre besétáltak a semmiből egy iskolába, és megkérdezte tőlük egy joda kinézetű bácsi, hogy mit csinálnak maguk itt? Kihagytad, hogy ezt az iskolát ott egy beszélgetés alatt egy ottani tanárnő mondta, hogy nézzétek meg a Rosedale Heights-ot, mert az egy nagyon jó kis művészeti iskola. És utána még két helyről hangozott el egy héten belül az iskola. Mondom, csak bemegyünk már, bulcsú. De semmi időpont nem volt, semmi ilyesmi. Bementünk az ajtón, és neki mentünk az igazgatónak, aki megkérdezte, hogy maguk mit keresnek itt. Mondta, csak úgy nézegettünk meg. Joda bácsi. Jöjjenek be velem.
Igen, jó, Dovácsi. Én vagyok az igazgató, beviszem magukat ide az irodámba, és majd szépen elmondják, hogy most akkor mit akarnak. Tetszett nekik a sztori, hogy most ők bejöttek ide így a semmiből, és most tényleg semmi időpont, semmi ilyesmi, csak bejöttek ide? És akkor Bulcsú így elkezdett, egyébként nagyon szépen beszél angolul, és egyszerűen leszemélyiségezte az igazgatót. Elmesélte, hogy ő neki azt érzi, hogy ez az útja, és hogy mivel jöttek a jelek, hogy több helyről is ugyanez az iskola hangzott el, őnek ide kell járnia. És egy fél órás beszélgetés, bizonyítvány nézegetés után így azt mondta bácsi, hogy actually you would be a good fit here, és másnap fel volt véve a srác. Nem akarom a ti történeteket én elmesélni, mert ez a műsor rólatok szól, de Bujzsolnai Bendeguszt megnézte egy edző, hogy úristen, de jól kosárra labdázik. Ki az edződ? Mondta, hogy az anyukám ott van, azóta az anyukája ott edző, a gyerek meg teljes ösztöndíjas. Tehát, hogy ez egy jó történet ezzel kapcsolatban. De vissza kell mennünk annyiban Budapestre, hogy akkor tudományos alapon Torontó, de ahhoz, hogy te szerepeket mondtok le. Tehát én láttam azt, hogy neked tele volt a naptárad, sőt, szerintem mondani. Még most is tele van, tehát nem tudom, hogy neked volt magyarországi szereped az elmúlt időben kiírva, tehát ezeket sorba le kellett mondani, ugye? Nem olyan régen játszottál otthon egyébként, amikor hazaugrasz, akkor játszol, vagy koncertezel otthon. Még a kiköltözés után, még októberben is játszottam közszívűt. Hát a színházba fel kellett mondani, mert az tényleg nem elvárható, hogy egy színház ahhoz egyeztessen, hogy éppen a művésznőnek mikor van kedve, mikor szottyan kedve két hétre hazamenni, és akkor majd eljátszogatja az éppen akkor futó szerepét, tehát ez nem reális. Úgyhogy az operacionális szerepeket el kellett engedni, de mivel a kőszívű blokkokba ment, azt pont össze tudtuk hozni, hogy még októberben ez megtörténjen. Szeptemberben volt egy nagy koncertturném, egy karácsonyi koncert Janzakatával, és idénre is tervezünk. Hát inkább koncertekbe tudunk gondolkodni, mert azt én tudom. Turnékba, és akkor azt mondod, hogy hazamész egy hónapra. Oké, de a kiköltözés másik része, hogy nyilván vannak nagyszülők, a gyermekeidnek van édesapja, ugye Homonai Zsolt kiváló színész, azért nyilván ezt meg kellett valamilyen módon értetni, hogy mától a gyerekem Kanadában él például, mert ez nem olyan, hogy Békés Csabára elugrom a volt feleségemhez a gyerekeimért, hanem azért itt most Torontóról van szó, valószínűleg nem, a gyereked nem ugrik olyan gyakran haza. Tehát, hogy ezt nehéz volt megszervezni? Egyrészt persze, természetesen, és hát azért Zsoltot is megviselte, de azt hiszem, hogy mi mindig is a gyerekek érdekeit néztük, és amikor leült vele, mondtam, beszélj a fiatal, meg Bulcsúnak mondtam, beszélj apával, és akkor ezt így rakjátok össze. Ha a Bulcsú nem akart volna jönni, akkor vagy nem indulunk el, vagy felajánlom neki a lehetőséget, hogy ha szeretnél otthon tovább tanulni, akkor mint ahogy a Zsolt meg is kérdezte tőle, hogy nem akarsz itthon maradni, és nálunk lakni, és Bulcsú mondta, hogy apa, én akarok menni a legjobban. Uh-huh. És hát ezt a Zsolt is megértette, és szerintem azt kellett elfogadnia, hogy most oké, hogy lehet, hogy vissza tudja másfél évre tartani, aztán a gyerek nagykorú lesz, és úgyis megy a saját feje után, és ugyanezt fogja csinálni egy kicsit később, csak közben haragudni fog, hogy miért nem engedte annó. Rendben van, összetettük a csomagot, most jön a legbulvárosabb kérdés. Össze kell pakolni a csomagot. Mit vigyünk, mit veszünk ott kint? A farmer olcsóbb, ugye a neocitránt vigyünk-e? Egy kis posztraumás stresszt hozom most vissza. Nem, egyébként. Rákérdeztem? Nagyon jól csináltuk szerintem. Na, semmit nem hoztunk. Adj egy pacsit. Nagyon királyok voltunk, de az a hónap, te néha ülünk egymással szembe Lillával, amikor Torontóban az üres lakásban leültünk, megérkeztünk, és így néztünk egymásra Lillával, hogy mit csináltunk, meg mire gondoltunk, amikor három nappal a teljes családi házas kiköltözés előtt egy szög nem volt arrébb rakva a házban, nem úgy összecsomagolva, vagy átgondolva, hogy mit akarunk kivinni. Sikerült úgy olyan vevőket találunk, akik mindent kértek, az összes bútor, tehát tényleg olyan csodálatos szerencsénk volt. És tényleg vigyáztak rá. Elmondom azt, hogy tényleg jönnek a jelek. Így van. És amikor megérkezett az álomvevő, aki pont úgy szerette volna, pont úgy. És imádja a házat, és nekünk is szerelemház volt, és úgy adhatjuk át, hogy valaki, de, hogy aki ugyanígy veszi is át. Is ott tehát hagytuk, a ti kanadai jövőtök igazából takácsékon múlik, most mondtam. Igen. Sok mindenki múlik, de akiken múlik, azok mind egyrészt nagyon jókor voltak jó helyen, és szerintem mi is jókor voltunk jó helyen, és tényleg folyamatosan az rajzolódik ki. Végeredményben azt tudjuk mondani, hogy egy nap alatt pakoltuk össze a házat, egy nap alatt. Igen. Nekem az autómnak kiszakadt a féltengelye a második körben, amikor hordtuk át anyósom még hozott a dobozokat. De még pont leparkoltam. Még pont leporgoltam a ház előtt, és így megálltam, kiszálltam, becsuktam az ajtót, és mondom, olyan furán mozdul a kocsi, és akkor vettem észre, hogy a jobb hátsó féltengely úgy van, be van így szakadva. Mondom, jó, most már nem megyünk sehova, te már itt alszol. És akkor szépen ott hagytuk a kis szamurájt,
Öcsém még egy utolsó kört ment. Még egyet áthozott, és egyébként azt csináltuk, hogy volt kint egy konténer, és egy ilyen nagyon egyszerű, egyik kedvenc sorozatunkból az Így jártam anyátokkal című sorozatot alapul véve, volt-e használva az elmúlt évben játékszabály alapján, elkezdtünk kivágni minden lomot, szemetet, amit az elmúlt hat költözésünk, meg az elmúlt éveink felgyűjtöttek, mert nagyon sok minden, ez egyszerűen így ragaszkodunk érzelmileg, ó, emlékszel ezt a kávés bögrét, akkor törtem le, amikor a és egyszer csak rájöttünk, figyelj, tele vagyunk kulával, és elkezdtünk kihányni mindent a házból. Csináltam azért pár olyan ilyen barátnős összejövetelt, aminek az volt a célja, hogy fogd és vidd. Ami tetszik, tehát, vidd el. Oké, teázgatunk meg sütök valami kis sütit, és amit megtetszik, azt fogd meg, és vigyétek el. Azért nekem a motoros cuccaim, meg az autós cuccaim voltak így, hogy bátyáméknál kötöttek ki, barátoknál, stb. Tehát, hogy így. Melyik volt a kulcspillanat, amikor a régi lakásotok adásvételi szerződésén aláírtátok azt a nevet, amikor bezártátok az ajtót, amikor behúztátok a bőröndöt, amikor megérkeztetek Ferihegyre, volt egy darab ilyen pillanat? Elmesélj, de nem jut eszedbe? Hát nem tudom, mire gondolsz. Akkor elmesélem azt, ami nekem egy nagy zárás és egy nagy nyitás volt, és kicsit olyan emocionálisan is túltöltött. Ott hagytuk a pianinónkat is a házban, és a kedvenc musical filmünk, meg ami minket nagyon húzott erre az egész kontinensre, az a La La Land, és annak van az egyik ikonikus dala, ami nekünk nagyon, nagyon sokat jelent. Ráadásul Ryan Gosling ugye meg kanadai, igen. Hát az is egy... És, valószínűleg a minden idők legismertebb Oscar-díj átadása az övék volt, igen. Amikor rossz győztest hirdettek, igen. Ki a színpadon. Igen. És a Búcsú pedig nagyon szereti ezt a theme songot játszani. Igen. És amikor már nagyon fáradtak voltunk, én már konkrétan az összeesés határán voltam, Lilla is a sírás határán. De egy nagyon gyors zárójel, hogy Búcsú volt az egyetlen, aki olyan volt, mintha teljesen nem érdekelni ez az egész történet, és hát ugye igazi ilyen 16 éves kamasz gyerekből, jó, oké, jó lesz. Nem érint meg, hát itt hagyjuk a házat, amit imádtunk, jó, majd. Mindegy, és akkor, hogy jöttünk kifelé, és már toltuk ki magunk előtt még az utolsó szemetes zsákokat, és már csuktam volna be az ajtót, és a Búcsú egyszer csak így egy pillanat visszalökte az ajtót, beszaladt, és a teljesen üres házban leült. És akkor leült, és elkezdte játszani ezt a dalt, és ezt még egyszer végigjátszott azon a pianinón, amin ő elkezdett... tanulni, elkezdett zongorázni. És azt is ott hagytuk, tehát, és tudom, hogy azt fájt neki a legjobban, de... És az, ahogy ott együtt álltunk ott kint, Lillával fogtuk egymás kezét, és az egész egy ilyen, ami az az igazi, nekünk mindig szól a fejünkben ez a kicsit ilyen hollywoodi nyálas háttérzene, de hogy ez a pillanat az annyira gyönyörű volt, és a nap is szép volt, és ahogy bent le a nap, és egyszer előtt egy picit az eső. Akkor mindenki elbőgte magát, akkor így sírtunk egy kicsit, és aztán... És az volt egy ilyen, jó, akkor ezt így becsuktuk, ezt a fejezetet, és most indulunk. Én meg végignéztem, hogy melyikötök fogja először megkönnyezni ezt a történetet. Oké, kimentetek Ferihegyre, gondolom én Ferihegyre. Igen. És aztán felszálltatok egy gépre. Mikor tudatosult bennetek, hogy na, itt most már nincs visszaút? Tehát nem szállok le a 6-os villamosról és megyek haza. Nem emlékszem, hogy... Volt ilyen, nem volt? Szerintem annyira nehéz volt az egész évi menetelés, hogy semmi más nem éreztem, mikor felültünk arra a gépre, csak egy ilyen iszonyú megkönnyebbülést, ráadásul extrában annyi... Úristen, megcsináltak egy ilyen... Annyi extrában, hogy ez nagyon ritkán történik, de néha a jegyvásárlásnál így a rendszer bedob egy olyan árat, nekünk ez volt az első ilyen alkalom, amikor olcsóbban megkapod a bizniszt, mint a turistát. És pont a kiutazásunkra bejött egy ilyen, ez is egy köszi. Ilyen. Úgyhogy bizniszen utaztunk ki, soha nem utaztunk meg bizniszen. Úristen, nagyon király volt. És így felültünk az ekkora ezébe, amit egy sima jegy árának csodálatos volt. Töredékért vettünk. És így hátradőltünk a nagy fotelt. Hoztak és egy pesgőt, hozták a kaviáros előételt. Figyelj! És akkor úgy éreztem, hogy itt vagyunk. Szerintem királyot csináltuk ezt, most ez egy jó döntés volt. Jó, szóval az élet megjutalmazott titeket egy légitársaság formájában, hogy bevállaltátok. Oké, megérkeztetek Kanadába, és mikor érkeztetek meg igazából Kanadába? Amikor leszálltatok, amikor a határőr azt mondta, hogy welcome in Canada, amikor bementetek a lakásba, amikor bevittétek a Magyarországon összepakolt bőröndöt. Tehát melyik volt az a pillanat, amikor úgy éreztétek, hogy megérkeztetek? Részletekbe érkezünk. Én nagyon részletekbe érkezem, mert
mert ugye először barátainkhoz mentünk, akiknél úgy költöztünk be, hogy nyugi van, addig maradtok, ameddig kell, találjátok meg azt a lakást, amit tényleg ott kértünk, és akkor volt egy ilyen nagy sírós nyakbaugrás, hogy úristen, tényleg itt vagyunk, nem hiszem el, de azt még nem dolgozott fel, tehát akkor még csak éppen a honeymoon időszak kezdődik Kanadával, amikor egyszer csak így minden új, minden szép, minden izgalmas. Hát a második, harmadik naptól rájössz, hogy laksz valakiknél, fogalma nincs, hogy mit fogsz csinálni, fogalma nincs, hogy hol fogsz lakni, fogalma nincs, hogy mi fog történni. Mi van egyáltalán, még az iskola se kezdődött el. Úristen. Aztán az még rosszabb lett, mikor elkezdődött az iskola, és akkor a két csávó onnan kezdett iskolába járni, és akkor meg az, hogy elindult az életünk, és még mindig vendégeskedünk, és nem tudjuk, hogy ez meddig tart. És aztán utána, amikor meglett a lakás, akkor az egy örömmámor volt, mert nagyon nehéz lakást találni newcomerként, úristen, nincs credit score-ot, tehát hiába magyaráztuk el, hogy... Hát meg ha... Credit score-t egy nagyon röviden magyarázzuk el, az azt jelenti, hogy a társadalom mire tart téged, tehát hogy mennyi hitelt vehetsz, igen, fel, igen, vagy ilyesmi. És ez Amerikában, Kanadában nulla, aki akkor érkezett, hiszen ugye mitől lenne? És ez egy nagyon fura rendszer, mert hiába mondod azt, hogy most jöttem, nincs credit score-om, nem baj, nincs kredit. Lilla, az Egyesült Államokban 300, és megkérdeztem, hogy a 300 akkor mit jelent, tehát mit tettem ezért? Semmit, az itt a nulla. Tehát itt 300-nak az a 300, nálunk 300-nak hívják sokkal a nullát. Sokkal jobb. Ugye? Sokkal jobb, de mi még ezekről nem is tudtunk, tehát hogyha a Misi, Viki, a baráti kör nem világosít fel egyébként, hogy mi ez, hát én ülök így hülyén a sötétben, hogy én itt vagyok, mindent megcsinálok, butasátok meg, hol kell kifordítani a világot a sarkából, de hát nem tudom, hogy merre kell menni. Milyen Toronto? Milyen Kanada? Milyen az életetek ott? Izgalmas, meg kihívásokkal teli, de közben minden nap úgy kelünk fel, hogy soha nem érzem azt, hogy megint egy nap, hanem hogy oké, mi lesz ma. És de van biztos, hogy egy tervvel jöttetek ki, tehát én láttam azért már magyar művészeket, egyébként sokadik amerikai turnéjuk után, amikor turista vízummal felléptek a kis magyar házakba, és nagyon becsülem őket, tehát hogy ezt nem pejoratíve mondom, de akik a magyar közönséget célozzák meg, miközben ti egy felépített magyar karrier után nem a magyar közönséget céloztátok meg, hanem például te ugye a kanadai vagy amerikai filmszínész akarsz lenni, vagy te is itt Lilla énekelni akarsz, gondolom én, hogy lehet, hogy amerikaiaknak vagy kanadaiaknak, vagy angol, vagy francia nyelvűknek. Ez még egy utcazenész karrier is lehet, nem és rossz ez az? Ez még egy utcazenész karrier is lehet, és az se rossz. Egyébként én sőt, nekem nem volt egy ilyen nagyon nagy konkrét tervem, én azt mondtam, hogy azt érzem, hogy a családunknak a boldogulása érdekében most el kell indulni, és ahogy mondtam neked, van egy olyan csomag, egy olyan szerintem nagyon szép teljes karrier otthon, ami így a polcra tök jó lesz feltenni, és ha bármilyen mikrofont adnak a kezembe, amiben bele lehet énekelni, és azt hallgatja 5 ember vagy 5000, az nekem szinte ugyanolyan jó lesz. Fölteszed a polcra azt a valamit, de azt a polcról azt a valamit le is lehet venni, hogyha úgy adódik. Nektek benne van a gondolkodásotokban, hogy ezt a bizonyos sikeres karriert folytatjátok Magyarországon? Fogtok ti még Magyarországon lakni, állandóan színésznek lenni ott? Mit jelent, hogy állandóan? Tehát még például, hogy 4-5 hónapig folyamatosan... Nem, hanem elvállalsz egy, nem tudom, hogy működik ez nálatok, gondolom én szezonra, tehát hogy azt mondod, hogy a Madách Színházban vagy... Figyelj, az simán, az én részemről simán. Ha jön egy olyan sorozat, vagy jön egy olyan filmforgatás, ami magyar, és ami olyan minőségű, és meghívnak, vagy castingolok, és megkapom, az simán benne van a pakliban nekem, hogy hazamegyek forgatni, az, nem tudom, egy 4 hónapot. Az életteret szerettük volna így kitágítani, hogy az ne legyen az, hogy te ott vagy, és onnan nem mész sehova, szépen nem mozulsz, hanem hogy így lehessen jönni, menni, és persze, hogy... Abszolút, és így fognak minket látni, és fogunk otthon dolgozni, és nekem Kanada, nekem volt egy terv a fejemben, hogy amikor jövünk, én ezt hogyan akarom felépíteni, és azzal a kérdéseddel, hogy én mikor érkeztem meg, én akkor érkeztem meg, amikor egyszer csak reggel felszálltam a metróra, és nem volt idegen érzésem az, hogy most én megyek az iskolába, és közben angolul rácsörögtem, hogy angolul beszéltem az egyik osztálytársammal, hogy szóljon már a voice teachernek, hogy késni fogok egy 5-10 percet, de be fogok érni, és hogy nem volt egy ilyen idegen dolog, ez nem okozott egy stresszt, hogy úristen, most angolul kell felhívjak valakit, ami eleinte volt. És egyszer csak azt éreztem, hogy figyelj, tudom, hogy melyik metró megállón szállok, felszállok le, tudom, hova megyek, tudom, hol kell jó kaját venni délben olcsón az egyetem környékén, vagy a főiskola környékén, és utána tudom, hogy este jövök haza, és Lilla a Castle Frankie lakásban vár, és este beszélgetünk és sétálunk. Mivel vár? Főzöl magyarulként?
Főzök mindenfélét, de ugyanúgy főzök, mint Magyarországon. Tehát, de nem igaz. Nagyon, nagyon nagy hatással van ránk egyébként Torontó sokszínűsége. És minden nap, vagy amikor vásárolunk, akkor van egy ilyen szabály, hogy mindig kipróbálunk valami olyat, amit azt se tudjuk, hogy ezt mindig vegyünk egyet, amire nem tudjuk. Zöldséget, gyümölcsöt, húst, alapanyagot, fűszert. Egy ideig el fog tartani. Egy darabig elleszünk ezzel, mert hogy Torontó borzasztóan sokszínű. Mentünk már mellé ezzel az ötletünk. Ha egy amerikai magyart megkérdezel arról, hogy mi hiányzik Magyarországról, akkor a halászli, az édesanyám, a barátok és a Túró Rudi. Ez mindig előjön. Van olyan dolog, amire azt mondod, hogy most, hogy itt laktok, nem itt, hanem ugye a szomszéd államban, Kanadában, de mégiscsak Észak-Amerikában, amire azt mondod, hogy nagyon hiányzik? A kajákat nagyon jól meg lehet vásárolni a kelet-európai boltban, ami nagyon jó bolt van Torontóban. Lehet venni a Túró Rudit is, úgyhogy én azzal nagyon boldog vagyok. Szegény amerikai. Az nekem egyébként hiányozna. De nekem olyan, ami konkrétan ez hiányzik, az keresni kell, meg bele kell. Nem, most én ilyen termékről vagy ilyesmiről beszélek, például kajáról, tehát hogy van egy olyan, hogyha ha hozzá voltunk szokva a trapista sajthoz, és az egy komolyabb keresési folyamat volt, és hetekbe telt, mire találtunk egy nagyon ahhoz hasonló sajtot, amit a lengyelek készítenek. Az konkrétan trapista sajt. Csak nem így hívják, de nem megvan. De igen. Túró is megvan, tehát igazából ott... Csak azt is szépen, ez idő, amíg ezt megtalálod, meg amíg megérkezik az ajánlat, hogy figyelj, én találtam egy olyat, hogy figyelj, én azt találtam abban a boltban, és akkor ez szépen összeépül, de amúgy... Máté nagyon jó marha pörköltet csinál, tehát azokat a kajákat, amiket szeretünk, azokat megfőzzük magunknak. Szerintem világ legjobb beigliét sütöttem karácsonykor. Úristen, tényleg. Nagyon büszke vagyok rá. Élete beigliét csinált eddig. Úgyhogy igazából még a kihívások is jót tesznek, mert fejlődik a konyhában töltött meg a mi helyet, mit használjuk, akkor igen. Ugye te most iskolába jársz. Így van. Mit tanulsz, színészmesterséget tanulsz, ugye? Hivatalosan a majorom az Acting for Screen and Voice. Tehát, hogy ez, hogy... Filmszínészet, igen, filmszínészetet. De ebbe sok minden beletartozik, mert itt azért így csomagban kezelik ezt a művészeti ágat, tehát scriptwritingot is tanulunk, forgatókönyvírást, karakterfejlesztést, nyilván. Nekem az egyik nagy célom, hogy amennyire lehet azért koptassak az akcentusomon, mert most még nagyon kopog, de ezzel is haladunk. Nagyon érdekes az oktatás, és nagyon, nagyon élvezem egyébként ezt az új folyamatot, és megint azt érzem, hogy olyan vagyok, mint amikor a tizenpár évesen a malaszlopóval megérkeztem Budapestre, hogy megharapom a világot, csak mutassátok meg, hogy hol kell. Más nagyon a színészmesterség oktatás Kanadában, nagyon, mint Magyarországon? Nagyon más a két iskola. Neked, én nem mondom azt, hogy jobb vagy rosszabb, mert nyilvánvalóan ez egy összehasonlítási alap lenne, és én ehhez nem értek, de jobban érzed magad ebben a rendszerben, mint abban érezted? Ezt nem mondanám így egyértelmű, hogy jobban érzem magam ebben a rendszerben. De ezen menő egyébként az, hogyha pont, hogy ebből is megvan az, amit neked kell, meg abból is, és most összetudod. Ez most ezért nekem egy ilyen nagyon, nagyon izgalmas folyamata, hogy ennek a kettőnek az egymást erősítő folyamatait elkezdem tudni használni és értelmezni. Itt egy nagyon, nagyon eszközközpontú oktatás van, és a pozitívumok kiemelése is egy ilyen, ez egy simogató központú oktatás. A magyar, vagy a kelet-európai régióban pedig egy nagyon kicsit erőszakos, negatív oldalú megközelítés van, hogy a szenvedését keresd meg, a magját annak a szerepnek. Ezt a kettőt ötvözni egy érdekes dolog egyébként. Van az ősi mondás, hogy minden világhírű ember mögött ott áll egy tanár, aki közli, hogy soha, hogy nem, soha nem lesz meg előled senki. Te, Lilla, mit csinálsz? Én elkezdtem felépíteni azt, amit már Magyarországon is évek óta szerettem volna, és vagy időm nem volt rá, vagy valahogy a motiváció hiányzott, de kicsit mindig sajnálni valónak tartottam azt, akik így még 70-es, 80-as éveikben is kénytelenek minden haknit elvállalni azért, mert egy ilyen pályán vagyunk, és már ugyan nem maradt feladat, de azért még mindig ugrálunk, mert muszáj. Úgyhogy szerettem volna énektanítással elkezdeni foglalkozni már Magyarországon, és hát ez most érkezett meg, úgyhogy én elküldözgettem már az életrajzémat pár helyre, és már két iskolába is be tanítok. Olyan büszke vagyok rá, tényleg, és a közbeintézi ezeket ilyen flott módon, hogy közben tényleg az egész háztartást vezeti, a papírokat, a biztosításokat, ami azért ezek, lássuk be, hogy pontosan tudod, hiszen rengeteg országot bejárta, hogy ezeknek a papírmunkái, a
hivatalos ügyintézése, a bürokrácia része, az borzasztó, és én az nagyon hülye vagyok. Ő viszont ezt... Jól kell házasodni saját példámból, ez tudom, úgyhogy teljesen rendben van. Vokálkocsként elkezdek szépen lassan működgetni, és természetesen emellett viszont már a zenei oldalt is elkezdtem felépíteni egy kicsit. Itt sokkal jobban működik az, hogy mindenféle applikációkon keresztül találnak egymásra különböző emberek, meg produkciók, és van egy Bandmix alkalmazás, amire feltöltöttem szépen a portfóliómat, és azon, ez olyan, mint egy ilyen zenész társkereső, azon már meg is találtak többen, úgyhogy már próbák zajlanak egy kis zenekarral, akikkel kisebb klubkoncertjeink lesznek, illetve vannak már olyan levegőbe lógó megkeresések, amik nagyon izgalmasnak. Például ugye most éppen Chicagóban fel fogtok lépni ugye a magyar bálon. Azt megkérdeztem, hogy és nagyjából a beszélgetés vége felé tartunk, de megkérdeztem tőletek azt, hogy mentek-e Magyarországra, haza, ezt megválaszoltátok, de ha úgy kérdezem meg, hogy Kanada a jövő? Tehát abban álmodjátok meg most magatokat? Tehát vagytok annyira elégedettek, hogy nem mentek tovább mondjuk egy jó nagy kalandra Amerikába, mármint az Egyesült Államokba, vagy más országba? Tehát, hogy ahol most vagytok, ott hosszabb távon terveztek? Egyrészt szerintem igen. Abszolút, igen. Úgy érzem, hogy a bázis az most le lesz helyezve Torontóban, de így azt mondanám, hogy így Észak-Amerika a jövő biztosan. De közben meg, hogyha az ember ennyire kitépi a gyökereit, az szerintem azzal is jár, hogy ezek a kis hajszál gyökerek, amiket az új helyen elkezdesz leereszteni, ezek nem tudnak olyan mélyre menni, és ezért sokkal szeretnénk azt a mozgékonyságot megőrizni, ami most eddig pont hiányzott az életünkben, mert pont azt tetszik, hogy itt akkora lehetőség van jönni, menni, és akár egy kicsit itt lenni, kicsit ott lenni, felfedezni a világot, ami... Igen, de az meghozza ugye a szerepálmokat. Hát ha most otthon beszélgetnénk, nyilván megkérdezném, hogy Rómeó és Júlia címszerepe, vagy hogy mit játsz... Igen, de hogy mi a szerepálmod, mit játszanál el? De hogyha itt most azt kérdezném Mátétól, hogy oké, válasz, légy szíves, Arnold klasszik, első helyezés, vagy pedig Oscar díj, a legjobb férfi mellékszereplő, vagy adja Isten főszereplő díjáért, mint a legzseniálisabb közép-kelet-európai terrorista. Mindenképpen egyébként az Oscar díj. A másik szenvedély az egy másik útvonal, és egymást kiegészítve bár, de ez inkább nekem most már a másik oldal. Én nem feltétlenül a versenyzésben látom a jövőt. Színészként viszont teljesen más perspektívák vannak, és itt nyilván, tehát most csak egy gyors példa azért, hogy mi az, amit én lehetőségnek hívok jelenleg. Ültünk bent színészmesterség órán, és bejött a tanárunk, és azt mondta, hogy nyilván angolul, hogy srácok, kapjátok majd össze magatokat, és hogyha ha benéz hozzánk a Ryan Reynolds, akkor profin kérik, profin viselkedjetek meg, ne kezdjetek el selfie-ért szaladgálni. És én annyira egyértelműre vettem, hogy mondom, hát ez egy szivatás, és mondtam, hogy jó, majd szólok a Brad Pittnek, hogy ne sértődjön meg nagyon, hogyha Ryan-nel fotózkodok. És így nézett rám a tanárnő, hogy most a mellettünk lévő új stúdiót azt ő támogatja, és nagyon szeret a Szenekába jönni, és hogy tényleg be fog nézni, úgyhogy kicsit nyugodjatok meg, és hogy profi viselkedést kérek, hogyha benéz az órára. És nekem akkor esett le, hogy a Ryan Reynolds, akit egyébként nyilván imádok, hogy lehet, hogy benéz az óránkra. Közelebb vannak a lehetőségek, és... Abszolút. És ezek a véletlenek. Ki van már? Benézett? Nem! Nem tudjuk, mert hogy fent volt mindegy, egy galériás teremben voltunk, és hogy arra az ajtóra nem láttunk rá, és csak annyit tudunk, hogy valakik voltak ott egy küldöttséggel, nem tudjuk, hogy ő volt-e, mert nem nézhettünk, meg nem lehetett az, hogy mit van, és nem szaladtunk oda. Neked van-e szerepálmod? És nem feltétlenül most a színpadra gondolok. Tehát, hogyha úgy kérdezem, hogy pár év múlva hogyan képzelitek el magatokat, te hogyan képzeled el magadat? Képzeld, hogy szerepálmom egyébként sose volt, illetve még amikor nagyon fiatalon egyszer volt, akkor az nagyon mellé ment, és utána mindig az a legrosszabb voltam abban az egy szerepben, amit mindenképpen el akartam. De mit? 10 évesen akartod eljátszani az öreg néne őzikéjét? Nem képzeld el, a kabarénak a Szelibózát akartam eljátszani, és nagyon rosszul sikerült szerintem az alakítás, nem sikerült az az előadás, és az egyik első szerepeim egyike volt, miután hazaköltöztem Magyarországra, és el is döntöttem, hogy nem lesz szerepálmom, mert olyan fantasztikus lehetőségek találtak meg pont a oké, jöjjön, aminek jönnie kell attitűdből, amire egyáltalán a Rebekát nem ismertem előtte, az egy viszonylag új
musical volt, az egyik ikonikus szerepem lett Miss Danvers. Mary Poppinsról csak én nem gondoltam, hogy nekem való, tehát majdnem nem is mentem el a meghallgatásra, és mindenki mondta, hogy de hát az tök jó, te ilyen vonalas vagy, meg ilyen hegyes orrú, meg pont olyan szikár egy kicsit, pont ami a Mary Poppinshoz kell, de mi az, folyamat kukorékol, nem ilyen vagy, nekem nem ezek a, de az jó lesz neked, és aztán imádtam, úgyhogy sokkal jobb, amikor így valami meg akar találni, és engedett, hogy jöjjön, és most is azt érzem, hogy nyitottan szeretnék hozzáállni, hogy mi a következő, ami meg akar találni. Három záró kérdésem van. Három? Mind a három nagyon-nagyon rövid. Az egyik az, hogy elégedettek vagytok-e, boldogok vagytok-e? Nagyon. Oké, kettő. A másik, hogyha adja Isten, Oscar-díjat nyertek, vagy egy rangos díjat, és... Én egészen biztosan mondom neked, hogy nem fogok Oscar-díjat nyerni, még lehet. Majd én intézem. Oké, okay, rendben, szóval álomgyilkos asszony, figyelj, ha véletlenül mégiscsak megnyered azt a bizonyos nagy díjat, és kimész a színpadra, és ez most nem egy rábeszélő, semmire az neked égvilágon. Köszönöm szépen. Kinek fogjátok megköszönni? Színházaknak, a tanároknak, egymásnak? Tehát ki az, akinek a legtöbbet köszönhetitek abban, hogy most itt vagytok, és ennyire boldogok vagytok? Nekem már a szöveg, nekem már a beszédemnek a vége is megvan. Én a beszédemet már tudom, illetve a lezárását, és amiben biztos vagyok, hogy a feleségemnek. Hát, hogy minden olyan őrület és minden olyan elképesztő szélsőség, amit én kitaláltam, és amit rádobok néha, hazaérünk, egyszer történt, hogy Prágából hajnal 2-kor hazaértünk, és nekem akkor akad be, hogy én meg akarom mászni Szlovákiában a Risit télen, a tenger szemcsúcsot. És elmondtam neki hajnal 2-kor, és ő képes azt mondani, hogy figyelj, hogyha ez neked ilyen vágyad, akkor persze, menjünk. Ki mond még ilyet? De nem, biztos, hogy nem vagy normális, de hát csodálatos, és én biztos, hogy neki fogom. A záró kérdésem, hagytunk-e ki valamit? Van-e valami olyan, amit nagyon-nagyon szeretnétek elmondani, akár nekem, akár egymásnak, akár azoknak, akik ezt Magyarországon látják, hallják ezt a beszélgetést? Szerintem tök jót dumáltunk, biztos kimaradt rengeteg dolog, ami majd így utólag eszünkbe jut, de igazából üzenni azt, hogy a kis hitűséget azt el kell felejteni, és tényleg hinni abban, hogy minden megvalósítható, hogyha eléggé akarod, és eléggé beleteszed a munkát, és közben meg hiszel benne. Én is annyit akartam mondani, hogy csak a bátor döntéseknek van értelme. Azt kell nektek mondanom, most egy kicsit szubjektív leszek, hogy az egyik legértékesebb beszélgetés volt az elmúlt időben, amit én folytattam valakikkel, és különösen örülök annak, és megtiszteltetek azzal, hogy ez a beszélgetés éppen köztünk zajlott le. Itt Chicagóban a 47. emeleten, 8 óra autóútra Torontótól, ahol ti laktok, és sokkal több órás autóútra Daytona Beachről, ahol én élek. Máté, Lilla Máté, nagyon szépen köszönöm. Köszönjük. Mi köszönjük a lehetőséget.